Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Beszéljünk róla magazint látják. Már csak néhányat kell aludni, és komoly segítséget kaphatnak a pályaválasztók. Hamarosan megrendezik Kiskunhalason a szakmák éjszakáját. Április 12-én a Váriba várják a fiatalokat, hogy meg tudják mutatni, miből is lehet megélni jelenleg Magyarországon, hiszen komoly szakember hiány van, nincs olyan szakma, ahol akár egy ilyen kisvárosban, mint Kiskunhalas, 4-5 vagy akár 10-15 ember most azonnal ne kapna állást. Bemutatom vendégeimet a stúdióban, a Vári Szabó István szakképző iskola és kollégium képviseletében Szabados Sándorné, gyakorlati oktatás vezető. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elfogadta meghívásunkat Májer Kardos Erzsébet igazgató helyettes. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a nézőket! És itt van velünk Molnár Levente, pályaorientációs szakember. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jól mondtam? A 4-5 vagy akár 15 mondjuk villanyszerelőből ennyit felszippantana a vállalkozói szféra? Igen, és minden területen, tehát minden szakmában nagyon nagy a munkaerőpiacon a hiány, és mi igyekszünk minél többet tenni azért, hogy iskolánkban minél több jó szakembert tudjunk nevelni, tudjunk a munkaerőpiacnak adni és a társadalomnak. A szakmák éjszakája is erre hivatott, a szakképzést, a szakmák újrapozícionálását a közvéleményben, ez az egyik küldetése, hogy átgondolják az emberek, és tudatosuljon, hogy mennyire fontos napjainkban a szakképzés, a szakmatanulás, a szakemberek jelenléte. Ez a rendezvény előkészíti, elősegíti az emberek nyitottságát, érzelmi nyitottságát a szakképzés felé, tulajdonképpen a pályaorientációnak az első lépése lehet, hogy a diákokat orientáljuk, a szakképzés felé irányítjuk. Mutatunk néhány felvételt, kollégáim rögtön elindítják. Milyen részvétellel szokott zajlani egy ilyen rendezvény? Ki a fő célcsoport, akit önök meg szeretnének szólítani? Idén már negyedik alkalommal rendezzük meg a szakmák éjszakáját, és évről évre egyre nagyobb az érdeklődés. A 2018-ban országosan már 43.400-at meghaladta az érdeklődők száma. Bács-Kiskun megyében az érdeklődés 65%-kal volt magasabb, mint az előző évben, országosan viszont 35%-kal. Tehát egyre nagyobb az érdeklődés. Elsősorban az általános iskolai korosztályt, első osztálytól kezdve hetedik osztályig, hiszen a kicsikben is igyekszünk kialakítani, felkelteni az érdeklődést egy-egy szakmai fogás iránt, mit takar egy-egy szakma, milyen fogásokat, alapvető gyakorlati ismereteket tudnak megszerezni. Érdeklődőek a kicsik, tehát nyitottak erre, és bízunk benne, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy kialakítsuk benne ezt a szakmák iránti érdeklődést minél korábban. Májer Kardos Erzsébet igazgató helyettes teljesen toppon van a jelenlegi képzési rendszerrel. Mi mindent tud kínálni a Vári a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak, hanem esetleg azoknak is, akik a felnőtt képzésben részt szeretnének venni. Én úgy gondolom, hogy az imént is olyan képeket láttunk, ahol az ember kétkezi munkával egy olyan produktumot állít elő, amely működteti az egész körülöttünk lévő világot, hiszen ezt az asztalt is valószínű, hogy egy asztalos készítette nekünk. Hát igen, manapság, ha megnézzük a hirdetéseket, mindenütt keresik a szakembert. Nagyon nagy gond Magyarországon, hogy kevés jó szakember van, kevés az az ember, akiben megbízhatunk, ha kell valamit csináltatnunk. A Váriban 16 féle szakmát hirdettünk. Ide jelentkezhetnek a 8 általánost végzettek, illetve természetesen nagyobb, idősebb korosztályt is várunk, érettség után is tudnak jelentkezni hozzánk, sőt, ahogy már elhangzott, felnőttek is jöhetnek, akár újabb szakmát tanulni, vagy pedig, ha nincs szakmájuk, akkor az első szakmát is megszerezhetik. Nagyon nagy kínálatunk van, azt hiszem, illetve nagyon jól felszerelt tanműhelyeink vannak, mind az iparos szakmákban, mind pedig a vendéglátós szakmákban. Ezzel a szakmákkal, amit tanulnának, a fiatalok, akár az idősebbek is bizonyára el tudnának helyezkedni.
Hogyan zajlik itt a képzés? Mennyi ideig kell iskolába járni? Hogyan lehet a gyakorlatot megszerezni? Gondolom egy szakmák éjszakáján is nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy oké, de meddig tart? Természetesen. A 8 általánost végzett fiatalok 3 év alatt szakmát szereznek, és utána 2 év alatt le is érettségiznek. Tehát 5 év alatt szakmát és érettségit tudnak szerezni, ez a szakközépiskolai kínálatunk. Ettől a tanévtől szakgimnáziumi képzésünk is lesz, ami pedig azt jelenti, hogy első 4 évben az érettségire készülnek fel, kapnak egy részszakképesítést a diákok, majd 1 év alatt a szakmát is elsajátítják. Ez a szakgimnáziumi képzés az autószerelő szakmával zárul, tehát közlekedésgépész szakon indítjuk, illetve vendéglátás szervező szakot szeretnénk még indítani. Ott pincér részszakképesítést kapnak az érettségivel, majd pedig vendéglátás szervező szakmát a legvégén. Nagyon fontos, hogy a gyakorlati tudást hogyan lehet megszerezni, hiszen elméletben lehet valaki nagyon jó cukrász, tudja, hogy hány gram sütőpor kell egy adott süteménybe, de itt a gyakorlat során derül ki, hogy igen, mi mindent lehet tudni. Ezzel szerettem volna még folytatni, hogy a képzés alatt természetesen elméleti és gyakorlati képzés is zajlik. 9. évfolyamon a diákok a tanműhelyeinkben vannak, majd 10-től a duális képzés keretében külső vállalkozókhoz mennek, és ott sajátítják el a gyakorlati fogásokat. Erre nagy szükség van, hogy az igazi munka világát is megismerjék, tehát fontos ez, hogy kint is legyenek. Természetesen arra is szükség volna egy kicsit, hogy a 3. évfolyamon azért tanulmányi képzésben is részt vehessenek a diákjaink, ugyanis a vizsgára felkészítésnél szigorú követelmények vannak. Nézzük azt, hogy mi számít jelenleg Magyarországon hiány szakmának. Mert úgy tudom, hogy itt külön támogatások és külön ösztöndíjak is vannak, amelyek hát úgymond terelnék a fiatalokat a hiány szakmák felé. És ha jól gondolkodik, akkor akiből kevés van, az értékes is lesz. Hát ez így van. Manapság, aki szakképzőben tanul és hiány szakmát tanul, 10. évfolyamban már akár 50-60, sőt még több forintot is kereshet havonta. 1000 forintot, 50-60 ezer forint. 1000 forintot, én tévesztettem. 9. is már kapják az ösztöndíjat a hiány szakmát tanulók, például az asztalos, festő, mázoló, tapétázó, villanyszerelő, illetve felsorolhatnám az egészet, de természetesen akik jelentkeztek, ezek minden diák már ezzel szembesült, hogy melyik az hiány szakma. És hogyha bizonyos feltételeket teljesítenek, amely nem túl magas feltétel, csak iskolába kell járni, és 2,51%-os eredményt el kell érni, akkor már havonta 10.000 forintot kapnak első fél évben is. Utána ez az ösztöndíj, ez a hiány szakmás ösztöndíj 9. évfolyamon 35.000 forintig növekedhet. 10. pedig külső gyakorlati helyen vannak gyakorlaton a diákjaink, és ott újabb ösztöndíjat kapnak, tulajdonképpen ez a vállalkozó, amit fizet a diákoknak. Tehát így pénzért tanulhatnak szakmát a diákjaink. Molnár Leventének a feladata, hogy a pályaorientációs rendezvényeken tulajdonképpen egy picit rávezesse a fiatalokat erre a munkavilágára. Hallottuk, hogy akár 40-50-60 ezer forintot is el lehet érni, és ugye nagyon fontos, hogy ilyenkor az ember saját magának tanul, hiszen majd kint a munkavilágában eldől, hogy mennyi tudomány szívott be magába. Hogyan zajlanak ezek a pályaorientációs rendezvények, és hogyan kapcsolódik be mindebbe a szakmák éjszakája? A pályaorientáció a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban 2018-tól működik. Centrum szinten a centrumhoz tartozó 5 tagintézményben végzem én a pályaorientációs tanácsadást, és lényegében a projekt, ugye a GINOP 623 projekt keretén belül működik a pályaorientáció ugye a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban, köztük ugye a Vári Szabó István Szakképzőiskolában, itt Kiskunhalason, még a Dékániban, Kiskunfélegyházan, a Kossuthban és a Közgében, valamint Kiskörösen a Vattaiban. A projekt, aminek a keretein belül működik a pályaorientáció, eredetileg ugye a lemorzsolódás csökkentésére, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak a csökkentésére irányul. Ez így a centrumban úgy jelenik meg, hogy én, mint tanácsadó jelen vagyok.
nyolcadik osztályban, amikor a gyerekek jelentkeznek szakmát tanulni, és beiratkoznak, vagy beadják a jelentkezésüket ugye a középiskolákba, például a Váriba, akkor ha minden jól megy, akkor ez úgy zajlik, hogy kiválasztották, tudják, ellátták őket információkkal, hogy melyik szakma mennyi ideig tart, amíg megtanulják, milyen vizsgát, milyen végzettséget ad, hogyan fog zajlani maga az oktatás. És ez szerint ők, hogyha rendben van az önismeretük, akkor megfelelően választanak szakmát. Ha bekerülnek az intézménybe, az általuk választott szakmára, akkor ha minden rendben van, természetesen motiváltan, céltudatosan fogják végezni az általuk választott képzést. De előfordul az, hogy a tanuló, amikor bekerül és elkezdi a tanulmányot, akkor szembesül esetleg azzal, hogy másra számított, esetleg időközben alakul a személyisége, ahogy megismeri a szakmát, előfordulhat az, hogy úgy érzi, hogy egy másik szakma jobban érdekelni. Ilyen előfordul, ez most már jelen lesz majd a képzésekben. Ilyenkor, hogyha a tanuló nem tud kihez fordulni, tehát például tudatosít benne, hogy én asztalos szeretnék lenni, nem szakács. Most mondtam valami, nem feltétlenül jellemző, de előfordul. Szerencsére kicsi számban. Akkor ha nem kap segítséget, előfordul az, hogy a motivációja csökken. Mondjuk nem szereti tanulni a szakmát, előfordul az, hogy romlik ugye az eredménye, tanulmányi eredménye, jegyei. Ha nem kap segítséget vagy tanácsot arra, hogy hogyan lehetne váltani, vagy segítséget, hogy visszaemeljük a motivációját a megkezdett szakma iránt, akkor előfordul az a legrosszabb esetben, hogy ugye megbukik, nem szereti csinálni, motivációja lecsökken, előbb-utóbb esetleg olyan helyzetbe kerül, ha nem kap segítséget, tanácsadást, ott hagyja az iskolát. Ilyenkor, ha van pályorientációs tanácsadás, akkor ebben tudunk neki segíteni. Tanácsadás keretében információkkal el tudjuk látni, hogy hogyan lehetne váltani szakot, mik azok a módszerek vagy technikák, amikkel visszatudja a motivációt, az érdeklődését szerezni egy megkezdett szak iránt, illetve egyáltalán segítenének abban, hogy a tanulmányt sikeresen végezze, és ne morzsolódjon le, hanem természetesen sikeresen végzettséggel elvégezze ugye az általa választott képzésnek a végén a szakmát, és megkapja a bizonyítványát. A szakmák éjszakán is én jelen leszek, ott leszek majd a Váriban, és bármelyik általános iskolás diák, aki érdeklődik, jön a szakmák éjszakájára, végig szeretné nézni, hogy milyen kínálata van a különböző intézményeknek, akkor a pályorientációt is ott helyben nyugodtan igénybe veti. Tehát ha például egy hetedik osztályos tanuló jön, megnézi a szakmai kínálatot, de még nincs ötlete, sok minden tetszik neki, de nem igazán tudja még, mert esetleg az önismerete nincs még azon a szinten, hogy ki tudja választani, na akkor én ezt a szakmát választom, vagy én így képzelem el magam ugye a elkövetkező életem során a munkaerőpiacon, oda jöhet hozzám, kérdővekkel tudok segíteni, beszélgetéssel ki tudjuk találni együtt, hogy mik azok a tulajdonságai, amik neki pozitívan tudnak hatni a tanulmányaira, a munkavégzésére, mik azok a képességei, amelyik egy adott szakmához vagy több szakmához alkalmasra teszik, és akkor nyilván, hogyha megbeszéljük, akkor ebben tudok neki segíteni, hogy ha még nincs ötlete, akkor egy kicsikét már ráhelyezzük, elindítjuk egy olyan életpályán, ahol előreláthatólag képességei, érdeklődés irányai alapján sikerélménye lehet. Ha sikerélménye van, akkor nem úgy fogja megélni a szakmatanulást, mint egy nyűgös dolgot. Nem úgy fog bemenni az iskolába, hogy jaj, elegem van, hanem úgy, hogy jó kedvel megyek be, olyasmit tanulok, olyasmit csinálok, amit szeretek, nő a teljesítménye, jó teljesítménnyel fog tanulni. Nyilván ez vonza magával azt, hogy jobbak lesznek a jegyei, sikeres, jó lesz a vizsgának az eredménye, és később a munkaerőpiacon is motiváltan lesz jelen szakemberként, ugye a profik közé fog tartozni, és akkor egy olyan életpályát kezd el, egy olyan karriert kezd el építeni, ahol nem kudarcok érik, nem kellemetlenségként éli meg a munkát, hanem sikerélményekkel lesz teli, és jó szakember válik belőle. És ugye milyen érdekes, mindenkit érdekel az informatika, és nézzük a tanműhelyi képeket, nagyon sok esetben már gépesített az egész rendszer, tehát nem is kétkezi munkáról beszélünk, hanem egy automatizált rendszerek felügyeletéről. Szakmák éjszakáján 12-én hogyan és hová kell menni, illetve lehet-e vinni aput, anyut? Természetesen minden korosztályt nagyon nagy szeretettel várunk.
a Körösi út egy szám alatt a tanműhelyeinkben zajlik ez a rendezvény. Minden szakma oda települ ki, akik eredetileg a tanműhelyek a Kazinci utcán vannak, ők is kitelepülnek erre az estére a Körösi útra, és a programok között lesznek vetélkedők, vállalkozókat meghívtunk, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolunk a térség vállalkozóival, ahol a diákjaink a szakmai gyakorlatukat töltik, vállalkozók bemutatkoznak, segítenek eligazodni a munkaerőpiacon. Ezen kívül tanműhelyi bemutatók, nem csak bemutatók, hanem szakma kipróbáló tevékenységek is lesznek minden általunk oktatott szakmában. Érdekesebb dolgok, tevékenységek, egy-két hívószót, szlogent mondanék, például a húsvéti hangolódás a varodában, érezd a fémek illatát, érezd a fák illatát, dobd fel a szobádat egy újabb festési technológiával, a gasztronómia fellegvára, a vári konyhája, cukrászműhely érdekességet készít, nem árulom el, hogy mit, jöjjenek el a vendégek, az érdeklődők, és nézzék, megpróbálják ki. A kereskedelem területén egy ilyen hívószó, hogy mifán terem, ez sok mindent takarhat, ezt sem mondom el, hogy konkrétan mit takar. Tehát a tanműhelyi bemutatókban tevékenységek, ismeret átadás, ismertetők szakmáról, jellegzetességekről, mindenről. Ezen kívül szakmák sója divatbemutatónk lesz, eszközfelismerési totó, és az est fénypontja talán a rajzpályázat, amelyre idén már meghaladta a pályaművek száma a 200-at, tehát a zsűrinek is elég nehéz dolga akad, de nagyon örülünk neki, hogy az általános iskolások már ezen keresztül is érdeklődnek a szakmák iránt, és megpróbálják a saját kis gondolataikat ezzel kapcsolatban papírra vetni, megalkotni. Ennek az eredményhirdetése a vállalkozók jóvoltából több ajándékot, tehát elég szép mennyiségű ajándékot tudunk adni, sorsolni, illetve díjazni. Akkor ez egy nagyon jó buli lesz, lehet azt mondani, bízunk benne, hiszen van igen, sok minden. Ezen vagyunk. Ugye komoly kihívás egy intézménynek, hogy most ebben az esztendőben ennyi mondjuk varrónőt szeretnék alkalmazni, de tudnom kell, hogy mondjuk 3+2 év múlva is mennyi varrónőre lesz szükség. Hogyan zajlik ennek a felmérése? Hiszen egy szülőként az ember azt mondja, hogy na jó, tisztelt igazgató helyettes asszony, de lesz-e a gyereknek majd 5 év múlva munkája? Milyen előzményei vannak mindennek a felmérésnek? Hát igazából ez valóban nagyon nehéz kérdés, hogy 3 vagy 5 év múlva mire is lesz szükség, de azért én azt gondolom, hogy a kamarák segítenek ebben, segítünk mi is ebben, hogy a vállalkozókkal, mint ahogy már kolléganőm említette, nagyon jó kapcsolat van, és ők is el tudják azt mondani nekünk, hogy jelenleg mi a hiány, várhatóan milyen tevékenységeket fognak folytatni, és oda milyen szakembereket várnak. A mai világban bizonyára nehezebb ez a kérdés talán, mint 20-30 évvel ezelőtt, én már régen kezdtem a Váriban dolgozni, akkor a nagyobb vállalatoknál lehetett könnyebben tudni ezt, hogy milyen szakemberekre van szükség. Lassabbak voltak a folyamatok, ugye, igen, mint most? Igen, a változások. Természetesen most kisebb vállalkozások vannak, de előreláthatólag én azt gondolom, hogy az elkövetkező 5-10 évben jó az, hogyha minden szakmában meg lesz az a számú ember, amire szükség volna. Mert hogy nagy a hiány, ahogy már említettem. Szülők is tudnak tájékozódni nyilván, a vállalatokat feltérképezhetik, de kérdéseikkel, ha jönnek hozzánk, mi is tudunk erre válaszolni.
felnőtt képzésnél milyen lehetőségek vannak? Mert lehet, hogy valaki éppen kedvet kap ahhoz, hogy akár szakács legyen. Így van. A felnőtt képzés, pontosabban nálunk a felnőtt oktatás, mert két különböző fogalom ez, ingyenes képzés, bárki jöhet 60 évesen is, akár 16 éves kor után természetesen, ez a felnőtt képzésnek az alsó korhatára, ők be tudnak kapcsolódni ingyenesen a képzésbe. Igaz, hogy az iskolarendszerű képzés az 2 éves általában, újabb szakmát adhat, hogyha valaki váltani szeretne, vagy ha nincs szakmája, tanulhat szakmát. A munkája mellett el tudja végezni, ugyanis ez délután van. Természetesen időt kell rá szánni, illetve kitartónak kell lenni ahhoz, hogy ezt elvégezze, mert valóban nem egyszerű dolog, de én saját magam is el tudom ezt mondani, hogy én is volt, amikor dolgoztam, volt, amikor kicsik voltak a gyerekek, mellette másodállásom is volt, tanultam is, mert hogy állandóan képezni kellett magunkat. Most a fiatalok, akik végeznek a Váriban, mekkora arányban tudnak elhelyezkedni? Kapkodnak hát, értük a vállalkozók? Természetesen, igen. A jó szakember mindenhova kell. Nem hinném, hogyha valaki elvégzi a szakmát, érti a szakmát, és keres munkahelyet, nem találok környéken. És ez ugye nem csak akkor derül ki, amikor már végez, hanem akár fél időben is már köthetnek igen. szerződést, vagy egyfajta szándéknyilatkozat lehet, hogy én téged szeretnélek alkalmazni. Igen, vannak megkeresések, jönnek a cégek képviselői hozzánk, és várják a diákokat, például mondhatok azt hiszem céget, gondolom, hogy nem reklám, Kaminten is ki szokott jönni hozzánk, a Merkbau is, hogy ahogy végeznek a gyerekek, csak hozzájuk menjenek, mert szükségük van rá. Egyértelmű, hogy helyben tudnak munkát igen. biztosítani. Levente, aki esetleg szakmát szeretne tanulni, az ugye most kell egy döntést hoznia, amivel megalapozhatja a jövőjét. Annak idején, amikor én gyerek voltam, és tudtam, hogy valaki vállalkozó, meg mesterember, annak már volt Mercedes-e. Most jelenleg mit lehet mondani a szülőknek és a fiataloknak, hogyha tényleg odafigyel a gyerek, ügyes, és tudja, hogy ő saját magának tanul, honnan, hová lehet eljutni? Ma is szoktunk találkozni azzal a dologgal, hogy vannak szülők, akik igyekeznek a gyermeküknek az életpályát olyan végzettség felé terelni, amit ugye különböző külső forrásokból hallva vagy tudva úgy éreznek, hogy na azzal gyorsan lehet vezető pozíciót, meg nagyobb fizetést, vagy megbecsültebb munkakört keresni. Na most ma már a 21. században, most napjainkban ez már azért nem így működik. Tehát régebben volt egy olyan helyzet, hogy valaki mondjuk lediplomázott, akkor már megvolt neki egy helye, egy mondok valamit egy irodában, és onnantól kezdve ő kapott egy vezető vagy középvezető beosztást, onnantól kapott hozzá egy jó fizetést, és akkor onnantól hátra dőlhetett, és várhatta a nyugdíjig vezető utat abban a pozícióban. Ma már ez nem így működik. Ne féltsük a gyerekeket attól, hogy szakképzésben vegyenek részt, és szakmát tanuljanak. Mert ezek a szakmák, amiket ugye a centrumnak a tagintézményei ajánlanak, ezek napjainkban sokszor piacképesebbek, mint egy-egy felsőoktatásban szerzett végzettség. A fizetés pedig nem azon múlik, hogy nekem most diplomám van, vagy középfokú szakképzettségem van, villanyszerelő vagyok, vagy orvos vagyok, vagy ügyvéd vagyok, vagy mondok valamit, asztalos vagyok, hanem jellemzően a versenyszférában, az ipari szakmák között főleg, ahol ugye, vagy amilyeket ugye a Vári is például ajánl. Azok fognak jó fizetést kapni, akik már ugye a tanulmányok során, a teljesítményükön látszik, hogy profi szakemberek szeretnének lenni. Elhivatottak a választott szakma iránt, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy minél jobb eredménnyel, láthatóan minél jobb minősítéssel végezzék majd el a szakmát. Mivel hogy duális képzésről van szó, kim vannak gyakorlati helyen cégeknél, tehát már ott építsék a kapcsolatot az ottani kollégákkal, ottani vezetőkkel, tulajdonosokkal, tehát már ott lássák rajtuk, hogy valóban elhivatottak. A kisebb feladatokat csinálják lelkesen. Be fogják őket vonni előbb-utóbb a szakmai feladatokba, és tanítani fogják őket. Be fognak tudni illeszkedni a csapatba, ha látják rajtuk, érzik rajtuk, hogy elhivatottak, készen állnak a munkára, és szívesen csinálják azt, amit ugye elkezdtek tanulni.
és ha megvan a végzettségük, a jó fizetésük, emellett azon fog mondani, hogy ki tudják-e maguknak alkudni egy állásinterjún azt a jó fizetést, amit ők a szaktudásukért elvárnak. És meg fogják adni azok a cégek, azok a vállalkozók nekik azt a kialkodott fizetést, azt akár magasat is természetesen, amit ők aztán munkájuk során majd elvárhatnak, hiszen le fogják tenni azt arra azt a profi tudást, amit itt ugye elsajátítottak. Tehát ettől nem kell aggódni, hogy jaj, az én kisfiam most szakmunkás lett, azok csak rosszul kereshetnek. Erről nincs szó, ez változott, a 21. században az egyén saját magáért fogja tudni kialkudni a jó fizetést. És ugye ez egy jövőbeli vállalkozás alapja lehet? Egy-egy ilyen képzés? Természetesen. Már a képzés során, hogyha jó a teljesítményük például egy cégnél, egy vállalkozónál, már megtörténik a kapcsolatépítés, a nevüket, az arcukat ismerni fogják, később akár elhelyezkedhetnek annál a cégnél. Tehát már a tanulási idő alatt, hogy ez a srác vagy ez a lány, ez kell nekem, mondja ugye a gyakorlati helynek a vezetője, a cég, akinél kint vannak. Már akkor megkaphat ajánlatot, hogy figyelj, végzel, és már itt megvan a helyed, mert szükségem van a te tudásodra, a te munkádra. És megjelenhet már referenciaként is az a gyakorlati hely a tanulási idő alatt, meg utána az elvégzett, tehát egy megkapott állás után. Tehát hogyha úgy gondolja, hogy oké, én most már gyűjtöttem meg elég tapasztalatot, jók a referenciáim, indítok én egy vállalkozást. Senki nem fog az útjában állni, rajta fog múlni. Lehet természetesen alapja. Pontosan akkor hol és mikor találkozzanak önökkel a szülők és a gyerekek? Április 12-én 18 órától várjuk a kedves érdeklődőket, egészen 22 óráig állunk rendelkezésükre, nyitva lesznek a tanműhelyeink kapui, mindenhová betekintést nyerhetnek, kipróbálhatnak dolgokat, elkészíthetnek, egyszerű, saját kezűleg terméket alkothatnak bármilyen szakmában. Kollégáim nagyon készülnek rá, hogy mindenki megelégedésére zajlódjon le ez az este. Már előre mernék fogadni, hogy a sütemény standnál nagy lesz az érdeklődés, mert szeretnek az emberek sütényt készíteni, utána meg megenni. Ugyanúgy a Vári Pékségben, ugyanúgy a tankonyhán, tehát a gasztronómia területén, de az ipari területen is, akár a villanyszerelőknél, az asztalosoknál, fémipari területen, mindenütt az alkotás lesz a főszereplő. Én sikeres rendezvényt kívánok önöknek, köszönöm szépen az információkat, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten, és tudják, szerdán este 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!